Decemberben edzőt váltott a horvát futballbajnokság negyedik helyén álló Futács Márkót is soraiban tudó Hajduk Split. A kispadra a Videotonnal 2015-ben bajnoki címet nyert spanyol Juan Carrillo került. Másodedzője pedig fehérvári videó elemzője, 26 éves Cuci Mátyás lett. Őt kapcsoljuk most. Szia, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt kívánok mindenkinek! Az ember azt gondolná, hogy 26 évesen beszélgethetnénk úgy is, hogy te a Hajduk Split labdarúgója vagy, aki mondjuk a Viditől vagy Felcsútról érkezett. Te már úgy látom, hogy a Bundesligában megszokott trendeknek megfelelő korba vágsz vele az edzősködésbe. De azt mondd meg először, hogy miért nem játékos minőségedben kérdezlek most, szóval te miért nem játszottál felnőttben Fehérváron? Hát, hogyha most teljesen őszinte szeretnék lenni, akkor hát igazából a tehetség hiánya. Tehát te azt mondtad magadban, hogy nem akarsz középszerű futballista lenni, hanem akkor inkább keresel már fiatalon valamit, ami nagyobb kihívást tartogat. Hát igen, 22 éves koromban döntöttem el ezt, mikor NBA-ban játszottam, hogy igazából folytathatom ezt, de nem éreztem magamban azt, hogy én tudnék feljebb lépni, mert őszinte leszek, nem is voltam annyira motivált, már sok minden miatt, és úgy gondoltam, hogy nem kellek magamnak egy másik utat, és szerencsével úgy néz ki, hogy most elég jó utat választottam, de majd meglátjuk. Majd kiderül, meglepően őszinte volt valóban a válaszod, mert nem sérülésre, a karriert kettévágó sérülésre hivatkoztál, de mi volt az igazából, ami neked a futball közegében annyira nem motivált a pályán, de láthatóan erősen motivál a pálya mellett? Hát igazából lehet, hogy pont én szerencsétlen voltam, de mindig rossz emberek társaságába kerültem, vagyis olyan, hát nem is tudom, hogy mondjam, lehet, hogy volt olyan edző is, aki nem tudott engem úgy motiválni. Én is ugye azért még, most is nagyon fiatal vagyok, de akkor még fiatalabb voltam, máshogy gondoltam. Úgy gondoltam, hogyha csak 50%-osan teszem hozzá azt, amit én tudok, akkor az elég lehet, de nem volt elég. Értelek. Na most ugye a játékos megfigyelés után, mert azzal is foglalkoztál, Fehérváron és Felcsúton is dolgoztál már videó elemzőként, az hogyan ment nálad az átmenet az aktív játék és az edzői stábba kerülés között? Tudja, teljesen szerencsével. Aha. Úgy volt egy lehetőség a Videotonnál, hogy volt fiatal játék, akik fiatalon lehetett jelentkezni játékos megfigyelőnek akkor még José Gómez stábjába, ahol a Juan Carrillo volt a másodedző. És a legjobb barátommal jelentkeztünk, és mindkettőnket felvettek. És akkor egy éven keresztül voltunk játékos megfigyelők, ahol igazából csak arról szólt az életünk, hogy utaztunk, és hogy minél több játékost, minél több riportot írjunk, hogy minél jobban fejlődhessünk. És ugye mikor Juan Carrillót, közben én ugye Juan Carrillónak adtam le folyamatosan a riportokat, és mikor kinevezték őt vezetőedzőnek, akkor megkeresett engem, és mondta, hogy egy eléggé komoly feladatot bízna rám. Ez volt már a videó elemzés, és akkor ugye órákat szenvedtél, meg kellett tanulni a technikát, összerakni azokat a fontos jeleneteket, tehát a jéghegy csúcsát, ami mögött nagy meló van, de miért jegyzett meg ennyire magának Carrillo mester azok után is, hogy elment Magyarországról? Tartottátok a kapcsolatot? Igen, igen, folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, szakmailag is, ő is kikérdezte sokszor a véleményemet, még amikor ugye az Almériánál is dolgozott. Én is folyamatosan kérdeztem őt, és hát tényleg nagyon jó kapcsolatunk van, tehát többször meglátogatott engem, tavaly nyáron volt az esküvőm, ott is ott volt, úgyhogy tényleg egy igazi baráti viszony van közöttünk, kapcsolat van közöttünk. Na most, Matyi, a Hajduknál egyszerre leszel, és vagy másodedző és videóelemző, ez így eléggé sebes és igencsak tetsző karrier lehet, igaz? Igen, igen, de azért inkább az elemzésre koncentrálok. Tehát ebben napi 20 órát igazából ezen gondolkozom, és csinálom a videókat, elemzem, mit kéne javítani, ugye, ami ebbe a szakmába beletartozik.
Na igen, csak hogy immár ugye a kispadon ülsz, igaz, nem a lelátón, meg azért edzést is vezényelsz, a taktika kidolgozásában is részt veszel. Milyen érdekes, hogy erre a fejlődésre külföldön kerül sor, nem? Hát igen, de hát a Zsoán az első másodperctől kezdve bízik bennem. Tehát őt sose érdekelte az, hogy most én, amikor ugye először találkoztunk, 23 éves voltam, nem érdekelte őt. Az érdekelte, hogy motivált voltam, igazából mindent megtettem, amit én tudtam, utána meg ugye folyamatosan csiszolódtunk, én is fejlődtem, és így most egy eléggé jó kapcsolatunk van. Tehát munkakapcsolat. Na, nézzük ezt a kihívást. Könnyebbé vált az élete Futács Márkó csatáratoknak attól, hogy egy újabb magyar érkezett a klubhoz személyedben? Hát igazából segítek neki letölteni videókat, hogy tudjon pihenni. Eddig inkább csak angolul tudott, mert annyira nem ért a számítógépekhez, de amúgy hát annyiban jobb neki, hogy néha meg tud szólalni magyarul, de tökéletesen beszél angolul, úgyhogy meg nagyon jó kapcsolata van a társakkal, úgyhogy szerintem igazából nagyon sokan nem változott neki most ettől az élete. Decemberben otthon ugye a Poljútban kaptatok ki az ősi ellenség, most második Dinamótól 1-0, a téli szünetben negyedik helyen álltok, egyetlen pontra a Mészáros Lőrinc féle eszéktől. Mekkorát változik a keret a spanyol edző és a ti érkezésetekkel? Hát, ha most őszinte legyek, nem nagyon fog. Maradnak a fiatalok. Nagyon jó keretünk van, nagyon fiatal játékos, tehát Horvát bajnokság ugye a legfiatalabb csapata a miénk. Nagyon nagy tehetségek vannak, tehát igazából csak jobban kell velük foglalkoznunk. Tehát ugye rendbe kell raknunk a védelmet, tehát 18 gólt kaptunk 20 meccs alatt, az nagyon sok. Meg hát ugye csapatrészekben ugye próbálunk még fejlődni, tehát igazából nem lesz nagy változás, hanem inkább a saját csapatunkra koncentrálunk, hogy fejlődjön. Erre viszont kíváncsi vagyok, hogy a játékban, a stílusban milyen változás várható a ti érkezésettekkel, mit kell ennek a fiatal horvát csapatnak játszani, mert tegyük hozzá, hogy jó fiatal, meg hogy most a Rijek az utóbbi években kiugrott a mezőnyből, de hát azért alapvetően ebben a horvát közegben mindenki azt várja, hogy egy Dinamo Hajduk párviadal legyen minden évben a bajnoki címért. Hát igen, nagyon, ugye nagyon fiatal a csapatunk, és támadó szellemű. Tehát azt kell mondjam, a játékosok igazából eddig arra koncentráltak inkább, hogy minél szebb, és ugye minél több gólt rúgjanak, egyénileg koncentráltak csak a meccsen. Most nekünk az a legfontosabb dolgunk, hogy egy csapatot építsünk. Hogy ugye a csapatrészekben fejlődjenek, kevesebb gólt kapjunk, odafigyeljünk jobban a pontrugásokra, és szerintem, hogyha a játékosok, és hát folyamatosan fejlődnek a játékosok, már most látjuk itt az edzőtáborban is, és sokkal fegyelmezettebb lett a csapat, és szerintem ezzel nem lesz probléma, oda fogunk érni. Világos, tehát nem a szépségbe kell belehalni, hanem a pontszerzésekbe. Hát igen. De másodikok szeretnétek lenni? Hát minél előrébb szeretnénk végezni. Hogyan rendezkedtél be Matyi Splitben? Szívesen maradnál akár évekig is Dalmáciában? Hát szívesen maradnék, nagyon szép város. Igen, egyértelmű. Igen, csak mióta elkezdtem itt dolgozni, nagyon sokszor még nem jártam a városban. Tehát csak a stadion, mert a stadiontól kb. 3,5 perc sétára lakom. Tehát igazából... Annyit kell dolgoznod, hogy te a legfeljebb videóból tudod Dioklecianus palotáját összevágni majd magadnak, és akkor úgy meg tudod nézni 3D-ben, igaz? Erről beszélünk. Sok a munka. Elmondja, hogy milyen volt. Azt mondnak végül, hogy onnan mi lehet a következő lépcsőfok tényleg egy fiatal trénernek, aki közben azt tegyük hozzá, hogy az MLS B-licenses képzésének hallgatója is, tehát azért van egy elképzelésed, hogy hova szeretnél majd egyszer eljutni. Szóval hogy lépegetnél majd innen tovább? Én nagyon szeretek stábban dolgozni. Én nem szeretem, és hát most még nem érzem magamban azt, hogy vezetőedző tudnék lenni bármikor is a jövőben, mert nem vagyok egy olyan karakter. Szeretek inkább ugye háttérben mozogni és dolgozni, de az, hát hogy mi a jó, hát az eredménytől függ igazából. Tehát
ha nyerünk, és jók leszünk, akkor határa csillagos ég. Na, minden esetre azt kívánom, hogy így legyen. Jó munkát neked, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia! Köszönöm szépen, szia!